Na szóval, mi itt vagyunk a Leilával, itt van ő is. Mutasd meg, hogy tényleg itt vagy. Itt vagyunk. Ja, itt vagyok. Szóval itt van a Leila is. Mi elpakoljuk először, szétválogatjuk a... Azt... Ó, ez vizes. Leszedted a vizeset is? Nem én voltam. Most ezt rak vissza, Lici. Meg a min érzed? Hát ezt még nem kell leszedni. Fűdőrű, hát ezt viszed még? Á, már van benne. Mert van ugye a táborba, micsoda? Uszoda, nem? Medence. És... Na most Lex, remélem nem ugrik fejed az asztal, és nem merész létezt az egészet. Na, most ilyen hajtogatásban vagyunk. Aztán... Oldaltam közben lesz ígessünk. Bár nem tudok egyszerre most sok felé figyelni, nem tudom miért. A pogottya. Ez meg meleg, mert ez szárítós volt, az szárodós. Meleg mi? Bújjó. Aztán mielőtt nekiállok vasalni, gondoltam gyorsan, azért csak tudnom kéne, hogy mit vasaljak még pluszba. A sportcucokat tettél el? A pogottya. Let's go, banana. Az alvós, ugye? Igen. A párit berakom ebbe. Vissza. Így e. Oké? Okay. Jó. A balhé. Ennyi neked meg majd berakom utána a szekrénybe. Be kell, hogy be kellett bukózni azt az ajtót. Nagyon jól jött be a friss illat, az eső szag. Abac utca. Hát én ezt utálom, imádom azt, hogy beindít csak egy mosást, tavan nincsen problémám, de azzal ki kell szedni, kiteregetni, még a teregetés is oké, de lesz, onnantól kezdve végem van. De nincs végem, megoldom. Egyébként Ragnar már nagyon erőszakosan akart főzni. Tehát elzavart a konyhából, hogy ő akar főzni, hát főzzön. Azt mondta, hogy ott lehetek, hogyha kuktáskodok neki, és hát ami abból állt volna, hogy leülök és addig beszélgetünk, hát gondoltam, hogy nekem annyi élőm van, hogy most én veled beszélgessek, amíg te főzöl, akkor csak beleszólok, akkor annak mi értelme van, nem? Ja. Ugye? Nem vizes a szívem? Nem. Szedd ki az órát. Tehát az órát igazítsd meg, és nézd meg rendesen. Fél munkát nem végzünk, anyukám. Hanem így van. Jó. És még akartam mosni törölközőket is, de már láttam, hogy nem lesz jó vége. Én nem akarom ezt már bent szárítani, hanem kint. És ezt majd hagytam holnap, és láttam, hogy nagyon lóg az eső lába, meg televertem mind a két szárítót, úgyhogy mondtam, ezt majd holnap fogom. Jaj, egy bugyi, két bugyi. Egy gatya. Aj, de jó, hogy ilyen nagy lány vagy már, Leila. Úgy örülök neki, hogy sokat segít nekem. Meg mindig kérdezem, hogy mit segíthetek. És akkor el szoktam hajtani, hogy semmit. Vagy pedig, ha kell, akkor éppen igen. Mi az, Lexi? Itt van a Jack, őt keresed? Nyávók. Ti tudja, mit látodok én. Aztán megpakolunk a szekrénybe, aztán megvasaljuk, amit kell. Na, akkor ami neked nem kell vasalni, azt viheted, jó? Ha már megvagy. Okay. És akkor a többit meg az anyád rendezi. Ja. Na, most vagyok ám. De nem baj. Ezt ez még úgyse. Már nem kell októberbe fog orvoshoz, de nem emlékszek, hogy miért. Mert most néztem, hogy a múltkor voltam, és most megint be van írva a könyvembe, hogy októberbe kell mennem, meg a Gergőnek is kell, azt tudom, mert ő átnézik a fogát, meg leszedik a fogköveit, de hogy neked nyújt kell mennem már megint, azt nem tudom. Múltkor voltam, leszedték a fogkövemet, hűt, én már nem is emlékszek. Fokkal van, sincs. Nem tudom. Ennyi agyon van. Ja. Van még rongy. Ez is a tiéd. Azt nem kell vasalni. Ez vasalós póló. A pádé megy ide le. A zoknik meg rád maradnak, drágám. Hú, de utálok zoknit görgetni össze meg. Össze.
hogy mondjam, hogy mit utálok még. Jó, ezt még a izébe vettük. Oceanben, egy Pestán, akkor Pestán voltunk, ezt megismerem. Csak jön vissza az emlékező képességem. Ez is nedves még, ez is terítős. Ezt is terítsd vissza. Nem betyából megszáradtak, mondjuk fél napig kint voltak, aztán délután hoztam be őket. Nem volt erejem a napnak, meg nem is volt nap. Ugye? Ez még sportkorú, de ezt nem kell vasalni, ezt úgy döntöttem, mert ez, azokat se kell vasalni? Nem. De most vasalok, biztos? Biztos. Jó. Akkor válfázd fel őket, akkor banán kell. Igen. Én nem tudom, ezt a vasalást minek találták ki. Nagyon-nagyon gyűrött volt. Én régen tényleg válfán szárítottam, van ez a gurulós állványom, most itt van benne a kamrában, minden rá van pakolva, úgyhogy ezt ki nem szedem. Majd tényleg előveztem, ide ki fogom gurítani ezt el, majd itt lesznek rajta. Mert akkor nem kellett annyira vasalni, de hát így is van olyan anyag, hogy hiába mosod és úgy szárítod, azért igényel néha egy kis vasalást. Nem. De azért megnyugtató kommentek jöttek a múltkor, mikor mondtam, hogy utálok vasalni, meg stb. Meg kerestem a vasalómat, hogy más se vasal, szóval nem csak én nem szoktam. Ha van, aki még az alsógutyát is vasalja, meg a bugyiját. Mi a francnak? Ez van, főleg mai állá. Ezt ki kell vasalni. Itt nincs mese. Ez nagyon olyan. Ezt vasaljam? Ez nem vészes, ez szép. Szerintem ezt rakhatod be. Annak jó az anyaga. Ezt viszont még ezt, lehet, hogy kéne. Mindenképpen. Bármelyiket mondom, add ide, most bedugom a vasalót, két darab, én nem akarom. Ezt ezeket terítsd oda ki, légy szíves, oda. Mert vizesek még. Ezt is leszedted vizesen. Meg ezt is vizesen, babám. Úristen, múltkor is kiteregetett nekem, drága szíve. Jót akart, jó, nem mondom el. De elmondhatod. Mindegy. Mondjad. Már nem emlékszem. Megkértem, hogy teregessen ki. Mondtam neki, hogy ott van a mosókonyhában ez a kék, ebbe tegye a ruhákat, és teregessen ki. És mi volt akkor? Az, hogy itt voltak a száraz ruhák ebbe a kékbe. Ja igen, és akkor ebbe a, mondom, ebbe a kékbe tegye bele a mosógépet, nyissa ki, rakja bele a ruhákat, és akkor teregessen ki nekem. Mondta, hogy persze, hát ő megcsinál mindent ügyesen. Így is volt. Látom, ki is van teregetve, jó, meg is dicsértem. Eltelt jó pár óra, nézem, mondtam, ezt nem értem. Na, hova lettek a száraz ruhák, amik ebbe voltak előtte? És a Leila nem a mosógépből szedtek ki a ruhákat, a drága szíve, hanem a már előtte nap kimosott száraz ruhákat terítette ki újra. És mondom, csaj, mondom, nem tűnt fel neked, hogy mondom, hogy, vagy hol vagyok. Nem tűnt fel neked, mondom, hogy a ruhák azok szárazak voltak, amiket kiterítettél, azt mondja, nem. Szóval, hagyjuk, majd most már ebből tanultál. Megint nincs egy pár szokni hiányzik. Mondom, akkor mindegy is. Ez is a fádé. Ez a viking ruhája, vagy mi ez, de még ez is nyírkos. Szerintem válfára rakom, aztán így jó lesz. Na, szóval ez van, mi van, Lexi? Mit hoztál nekem? Gurigát? Nézd, majd idehozott egy gurigát. Ezeket terés ki, Léci. Azt is. Ja, úgyhogy elpakolok. Na, akkor elpakoljuk még az enyémeket is. Nekem így vannak a legtöbb. Így jó sok befér. Ja, na, így vannak berakva így. És akkor egy tü is tudom, hogy mi van itt. Ebben már ez csúnyán lett berakva. Ja, én így szoktam hajtani. Komméri, vagy mit tudom én, hogy kell kimondani rendszerezéssel. Na hát a szekrényemben nem, ez a káosz. Ezt nem ajánlom senkinek. Akkor összeszedem a dolgokat. Ja, most vacsit csinálsz magadnak? Aha. Jó, akkor majd utána vasizok, addig csináld csak. Ja. Akkor addig tartok egy kis szünetet, és akkor utána visszajövök. Vasalunk. Hát ha én vasalunk, ti is fogtok, higgyétek el nekem, nem gondoljátok, hogy majd egyedül fogok vasalni.
Nem, szó sincs róla. Addig megmutatom szerintem, hogy Lexi milyen tömeghisztériába kezd, hogyha kimondom azt a szót, amit őt vacsorára hívja. Hallgassátok! Tik-tik! Tik-tik! Ki kér tik-tiket? Hol az éhes kislány? Te is kérsz? Na, hopp, ízzel fel a helyedre, csak. Gyere, tik-tik van. Gyere. Hol a tik-tik? Gyere, te ülj fel a helyedre, légy szíves. Úgy. Ott ülsz, vársz. Lexi. Jön utánam. Hol az éhes kislány? Na, hol van? Szia! Mondjad, mama! Úgy. Tömeghiszti. Na, estére szoktak kapni ilyen nedvesek, nem minden este. Csak ha varázs szó van. Lexi az többet eszik, mint a Jack. Figyelj csak, kisasszony! Mi az, hogy nem? Miért nem figyelsz? Mi az, hogy nem? Nem, de még van, nem adom nekik oda az egészet. De adom már! Hiszt is mértél. Ki hisztizik ott? Éhes vagy, nem? Húzom az idegedet. Na, gyere, királylány! Na, futás oda a helyedre! Na, gyere! Oda, jó étvágyat viszont látásra! Hol van a Jack főnök? Már ott ül az asztalnál. Ott a kaján mennyi lenni? Jó étvágyat! Nem? Szépen ott. Oké, okay, Jack is megkapta jó étvágyat mindenkinek. Jó étvágyat. Ájla elkészítette a vacsoráját, el is pakolt innen, hál' Istennek. Már csak a mosogatógépet kell kiszednem és visszabepakolnom. Azt a szőnyeg a lábammal elrakom. Úgyhogy én most a nagy duzzogó úgy döntöttem, hogy semmi más, egy takarót fogok ide tenni. Úgy, mint anyám annak idején, nekünk nem volt vasalódeszkán soha, soha az életben. És így van. És akkor erre meg rárakok egy ilyen tiszta vasalattan. Paplanhúzatot, és kész a vasalóállvány. Tök jó. Ah, nem is fogom én használni ezt a vasalóállványt. Minek? Hát ez itt tökéletes. Ó, látjátok? Még a végén ez is kivasalódik. Na, hol vannak a cuccok egyáltalán? Na, én még eltogyogtam ráfákért. Meg ide hoztam a rongyokat, amiket vasalni kell, meg be kéne dugnom a vasalót is. Meg kellene bele víz. Ide bele. Tartályba. Jó, mert most már látom is, mit csinálok. Ó, még ez sok is lesz. Jó, úgyhogy ha vasaljunk, dugjuk be a cuccot. De miért nem megy bele? Ó, pedig már azt hittem, hogy nem belevaló, aztán nem kell vasalnom.